Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Útátadás 19 millió forintból újult meg Szakonyban egy közel 1 km hosszúságú útszakasz. Nyári tábor, teltházzal üzemel a tankerület csodaszarvas tábora. És hőségriadó, továbbra is marad a kánikula, fontos a megfelelő védekezés a meleg ellen. Mintegy 19 millió forintból újult meg Szakonyban egy közel 1 km hosszúságú útszakasz a magyar kormány támogatásával. Az átadás kapcsán a településre látogatott Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, valamint Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke. Hordógurítással és szalagátvágással avatták fel azt a közel 1 kilométeres útszakaszt, melyet Szakonyban újítottak meg. A beruházás mintegy 19 millió forintból valósult meg, melynek 85%-át a magyar kormány egy pályázat keretén belül finanszírozta. Remélem hosszan egészségben használják azok a lakosok, akik az úti céljuknak szeretnék ezt a részt venni, illetve hát ugye ezen közelítenek meg vállalkozások is nagyobb autókkal a telephelyeket, ami a családok megélhetését is befolyásolja. Szakonyban is láthatóak már a Magyar Falu programnak az eredményei. A program legfőbb célja az utak és épületek felújítása mellett a települések népesség megtartó szerepének erősítése. Szakonyba is igénybevető a falusi csok, és én bízok abba, hogy a település azokkal a nagy infrastruktúrális fejlődésekkel, amelyvel a térség fejlődik. Közel van Sopron, megnyílt az új uszoda, bekapcsolásra került a térségbe az M85, Szakony is egyre élhetőbb hely lesz, és sok fiatal család fog úgy dönteni, hogy itt marad helybe, és itt telepedik le, hiszen tudjuk azt, hogy a helyi családoknak, hogyha a gyermekei helyben maradnak, az egy hatalmas érték. Az átadás kapcsán a településre látogatott Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke, hogy egyeztessen a helyi önkormányzattal és a kisebbségi önkormányzattal a jövőbeni hazai és európai uniós pályázatok nyújtotta lehetőségekről. Erre például a Magyar Falu program az egy remek alkalom. Az elkövetkező években rengeteg pénz lesz arra, hogy a legszegényebbek közösségeit ugyanúgy, ahogy a kis gyerekes nagycsaládosokat, ugyanúgy, ahogy a fiatal pályakeresőket, ugyanúgy az időseket, a nyugdíjasokat, az esetleg nyugdíjas otthonkeresőknek is minden igénye tudjon teljesülni. Erre megvannak a források, és látom, hogy megvannak már a tervek is. A település jövőbeni tervei közt szerepel egy játszótér kialakítása és az egyházi közösségi terek felújítása is. Idén is megrendezik a város több intézményében a tankerület által pályázott csodaszarvas tábort. A kisebbek a napközis, míg a nagyobbak a bentlakásos táborban vehetnek részt, melyek teljes egészében térítésmentesek. Nap mint nap óriási lelkesedéssel jönnek a gyerekek a Gárdonyi iskolában megrendezésre kerülő csodaszarvas napközis táborba. Jelenleg sport, művészeti és idegen nyelvi tematikájú csoport is van az intézményben. A diákok minden nap változatos programokon vesznek részt. Hétfőn elmentünk kosarazni az arénába, itt a Sopron Pláza mellett, és én nagyon élveztem, Nel bácsi tartotta nekünk az edzést, nagyon megizzadtam, nagyon jó volt. Aztán amikor elmentünk az Erzsébet kertbe, ott is nagyon élveztem, nagyon jókat játszottunk, és aztán kedden elmentünk strandolni, de előtte még a Deák téri játszótérre, ott is nagyon élveztem magam, aztán a strandon, ott is nagyon jó volt, leginkább azt szerettem, amikor a vízbe voltunk, és gyakoroltam úszni, meg mindenféle, nagyon jó volt, és most szerdán, most filmeznek engem. A járványhelyzet miatt nagyon sok szülőnek már elfogyott a szabadsága, így a gyermekek felügyeletét egyre nehezebb megoldani. Ezt is bizonyítja, hogy a mostani tábor teltházzal üzemel. A tankerületi pályázat jóvoltából a tábor térítésmentes, mind az étkezés, mind pedig a programokon való részvétel ingyenes. Ezzel is szeretnék támogatni a családokat.
Vártuk az idei tábort, egyáltalán az, hogy megvalósulhat-e a különböző korlátozások miatt, és nagyon boldogok vagyunk annak, hogy ebben az évben is nyertes pályázaton tudnak részt venni a gyerekek, ami azt jelenti, hogy teljesen térítésmentes a szülők számára, és rendkívül színes programokat tudunk ezáltal biztosítani számukra. Nagyon pozitívak a tapasztalataink, több tábort indítottunk az iskolában ebben az évben, amelyből választhattak a gyerekek. Azt kell tudni róla, hogy ez egy tematikus tábor, élményszerű módszerekkel és különböző oldalról közelítjük meg az adott témát, az adott tematikát. Ezek nem kimondottan tanítási órákhoz kötődnek, viszont nagyon sok új ismeretet adnak a gyermekek számára. Nagyon élvezik a gyerekek egyébként, szívesen jönnek reggelente, nem érzik azt, hogy kötelességként kell fölkelni. A sporttáborban igyekeznek minél több sportágat bemutatni és megszerettetni a gyerekekkel. Így nem csak változatos, de hasznos időtöltés is a csodaszarvas tábor. A soproni borvidék borászai igyekeznek fellendíteni a forgalmat, de az idei borturizmus is lassan élénkül. Egyelőre főként hétvégén érkeznek a vendégek, de bízva a belföldi turizmus népszerűségében, hamarosan újra megtelhetnek a borteraszok. A járvány sok helyen okozott leállást, de a szőlőültetvényeken nem állt le a munka. Legyen szó metszésről, kötözésről, folyamatos feladattal látta el a terület a borászokat, akik idén is mindent megtesznek, hogy a soproni borok a legkiválóbb minőséget képviseljék. Abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy nekünk végig volt munkánk. Igaz, hogy ugye a vendéglátás része az elviteli bor értékesítésre koncentrálódott, amiből ugye nagyon-nagyon hiányoztak, a mai napig nagyon hiányoznak a borkóstoló csoportok, amiknek ugye a visszaépülése azért azt gondolom, hogy várható, főleg a nyár két utolsó hónapjában, de ugyanúgy megvoltak adminisztratív feladataink, borkezelési feladataink. Mi gyakorlatilag november közepétől elkezdtük a szőlőnek a metszését, ugye utána következett a támrendszer igazítás, támrendszerjavítása, a szőlő kötözése, és hát most is folyik kinn például a törzs kötöze, vagy a törzspucolás. Múlt héten egy területen hajtást válogattunk, tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy folyamatosan a szüretig bezárólag folyamatosan lesz lehet feladatunk. A lezárások nagyon megviselték a vendéglátást, a borkóstolók elmaradtak, és az export megrendelések száma is lecsökkent. Molnár Tibor borász elmondása alapján igyekeznek a borokat a kulináris élvezetekkel összekötni, hogy ezzel újra kedvet csináljanak a vendégeknek. Amire elsősorban fókuszálunk, ugye az alap a borainknak a megismertetése, ezt némi plusz fűszerként meg szoktuk úgymond bolondítani, például csokoládé kóstolónak, csokoládés borkóstoló egyidejű tartásával, aztán terveink között szerepel, hogy esetleg hetente, két hetente olyan tematikus hidegtálas történeteket készítsünk, ami csábító lehet azoknak az embereknek, akik a régió ízeiben jobban szeretnének elmélyedni, ezeket az ízeket jobban szeretnék megismerni. Nem régen készítettünk elég sok medvehagymapesztót, ez alapján is szeretnénk abba az irányba elmenni, hogy ezt nem csak itt helyben árulni, hanem ebből akár valami hidegtálas történetet is kikerekíteni, tehát elsősorban erre fókuszálunk. A soproni borvidék borászai bíznak a fellendülésben, és abban, hogy ősszel már megtarthatóak lesznek a bornapok, ahol tovább tudják népszerűsíteni a hazai finomságokat. Kalap, napszemüveg, fényvédelem, elengedhetetlen kellékek ezek a tartós kánikulában. Az elkövetkező napokban még számíthatunk magas hőmérsékletre, de a megfelelő védekezéssel és folyadékpótlással elkerülhetőek a hőség okozta kockázatok. Városunkban a vízmű párakaput állított fel a Széchenyi téren, illetve a Sopron Holding munkatársai locsolják a város közútjait. A kánikula minden ember szervezetét megviseli, de különösen veszélyes lehet az idősekre és kisgyerekekre. Ezért nagyon fontos, hogy a meleg ellen megfelelőképpen védekezzünk. A védekezés lehetősége, amit szerintem mindenki tud is közismert, hogy a bőséges folyadékfogyasztás, amire itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt a verejtékezéssel nem csak vizet, hanem sót, illetve ásványi anyagokat is vesztünk, tehát mindenképpen ásványi
ásványvíz, illetve a soproniak könnyű helyzetben vannak, hiszen a vezetékes víz is ásványvíz minőségű, úgyhogy mindenkinek tudom javasolni, és természetesen a bőséges zöldség, illetve gyümölcsfogyasztást, ami ugyancsak elősegíti, hogy ne keletkezzen napszúrás, illetve rosszabb esetben hőguta ne alakuljon ki, hiszen az akár halálos is lehet. A gyerekek előszeretettel pancsolnak a köztéri szökőkutakban, de a járási tisztifőorvos óvaint mindenkit ettől a tevékenységtől. A szökőkutak vizek, azok vize az önmagában visszaforgatott víz, tehát nem tisztított vízről beszélünk, és azért azt tudjuk, hogy a kisgyerekek szívesen pancsolnak a szökőkútba, de ugyanakkor a kezüket is a szájukba veszi, tehát óhatatlanul is esetleg enterális fertőzés emiatt kialakulhat. Úgyhogy semmiképpen sem javasolt. A zuhanyozás igen, de ezt inkább otthoni körülmények között tegyük, vagy a strandon. Fontos, hogy lehetőleg 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a szabadban, de ha az elkerülhetetlen, akkor kalappal, sapkával védjük a fejünket, illetve a megfelelő napvédő krémek használata is elengedhetetlen a tűző napon. Mindenkinek javasolt, hogy naponta legalább néhány órát hűvös vagy légkondicionált helyiségben töltsön, ezzel is kímélve a szervezetét. Eper, cseresznye, dinnye, ezek a gyümölcsök már mind elérhetőek a hazai földeken is. A lehűtött idény gyümölcsök fogyasztása segít átvészelni a meleg nyári napokat, de itt is fontos a mértékletesség a gyümölcsök magas cukortartalma miatt. A zöldségek és gyümölcsök az egészséges táplálkozás alapját képezik. Magas vitamin, ásványanyag és rostartalmuk miatt pedig kifejezetten ajánlott a fogyasztásuk, de itt is oda kell figyelni a mértékletességre. A zöldségekből kellene legalább 0,5 kg fogyasztani naponta, és ezeket kellene kiegészíteni gyümölcsökkel. Ezek ilyen kb. 20, maximum 25 dekát jelentenek naponta. Nyilván akinek valamilyen egyéb betegsége van, mondjuk cukorbetegsége, ott ez a mennyiség azért lényegesen kevesebb. Érdemes úgy fogyasztani, hogy mindig az szerint, ami éppen terem, abból választani. Tudni kell, hogy a vitamin és az ásványanyag tartalom mindig az érési csúcson a legmagasabb. Tehát ha valakinek van arra lehetőség, hogy frissen a kertből szedje, vagy frissen kapja, akkor mindenképpen fogyassz és illesz ebbe az étrendjébe. A napi 0,5 kg zöldség soknak tűnik, de ha a reggelinket és vacsoránkat kiegészítjük a friss kerti veteményekkel, illetve ezekből az alapanyagokból készítünk levest, főzeléket, grillzöldséget, akkor hamar elérjük a kívánt mennyiséget. A nyári melegben azonban a könnyű ételek fogyasztása mellett figyelni kell a folyadékpótlásra is. A folyadékfogyasztásban ugye beleszámítanak a zöldség és a gyümölcslevek, de elsősorban ugye a szomjunkat azt a tiszta vízzel kell oltani, és ezeket kell egy-két pohárral kiegészíteni zöldség és gyümölcslevekkel. Na most, hogy ez egy-két pohár mit jelent? Tehát egy pohár az 2 decit jelent, ennél többet nem érdemes fogyasztani. Tudni kell, hogy a gyümölcsöt érdemes úgy számolni, mintha desszertpótlék lenne. Tehát a túlzott mennyisége az bizony ugyanúgy káros lehet, ugyanúgy például megnövekedhet a súlyunk, vagy például egy cukorbetegnél ugye a vércukorszintet megemelhetik. Tehát mindent mértékkel lehet fogyasztani, ez lenne a lényeg. A szakma ajánlása alapján érdemes minél színesebben táplálkozni, mert a különböző színű zöldségek, gyümölcsök mind másfajta ásványanyagban gazdagak amellett, hogy változatossá teszik a táplálkozásunkat is. Kánikulában nagyon fontos a gyógyszerek tárolására is odafigyelni. Ha valaki tartósan gyógyszert szed, akkor lényeges, hogy elolvassa a használati útmutatót és a tárolásra vonatkozó adatokat. Ha esetleg a meleg mégis károsan hat a gyógyszerre, elszíneződik vagy megváltozik az állaga, akkor azt már nem szabad bevenni. Legyen szó tablettáról, kapszuláról, kenőcsről. Nagyon fontos, hogy a nyári melegben is megfelelően tároljuk a gyógyszereket, hisz azok hatékonysága csak a szavatossági időn belül garantált. Ahhoz viszont, hogy ezt garantálni tudják a felhasználónak, szükséges figyelni a megfelelő tárolási körülményekre. Alapvetően azt, hogy el kell olvasni, hogy mi van ráírva. Ugye, aki tartósan szed gyógyszereket, például a diabétesz elleni különféle inzulinok, azok elég érzékenyek a hőre, úgyhogy ott mindenképpen érdemes betartani, sőt, be kell tartani ugye a 2-8 fokos hőmérsékletet.
és hogyha véletlenül kint maradt hosszabb ideig, akkor én mindenképpen azt ajánlom, hogy azt a gyógyszert már ne használják föl. Természetesen sok olyan gyógyszer van, amelyik annak ellenére, hogy rá van írva, hogy mondjuk 15-25 fok elég sokáig el van, mondjuk ebben a 30 fokos melegben is, de hogyha bármiféle elszíneződést, olyan szagot, vagy valamit éreznek, szétesik a tabletta, vagy elolvad a kapszula, vagy bármi ilyesmi, akkor én megint csak azt javaslom, hogy ne használják föl. Azért azt kell tudni, hogy a gyártás, illetve bevizsgálás során azért eléggé megnézik ezeket a hőmérsékleti stabilitásokat, de nem véletlenül van ráírva, hogy milyen hőfokon kell tárolni. Összességében mindenképpen érdemes figyelni arra, hogy ebben a nagy melegben is, tehát hogyha tartósan 30 fok fölött van a levegő hőmérséklete, akkor a lakás leghűvösebb pontját kell megkeresni, hogy mondjuk a szobahőmérsékletet hozzávetőlegesen lehessen tartani. Ha olyan gyógyszert kell szednünk, ami hűtést igényel, akkor igyekezni kell a vásárlástól számítva minél hamarabb a megfelelő hőmérsékletet megteremteni. Csütörtökön tetőzik a kánikula, az időjárásról további részleteket híradónk után hallhatnak. Ezután Szerda este című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. További híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön tetőzik a hőség, 35 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. A napos idő mellett többfelé élénk, erős, viharos lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Pénteken hideg front érkezik, napközben elszórtan záporok, zivatarok várhatóak. A feltámadó északnyugati szél hozhat némi felfrissülést a hőségben. Szombaton mérséklődik a hőség, 26-31 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Élénk erős lesz az északnyugati szél, a zivatarokat viharos lökések kísérhetik.